Sziasztok, kedves nézőim! Ti is biztosan láttatok már legalább egy olyan sci-fi filmet, ahol a főszereplők elutaznak az alvilágba. Ahogy a film kategóriája is jelzi, ez természetesen csak fikció. De mi a helyzet a valóságban? Mit rejt a föld felszín? Mi található a mélyben, ahol az alvilágot legtöbbször ábrázolják? Könnyen gondolhatnánk, hogy az emberek csak a múlt században kezdtek el kutakat fúrni, pedig ez egyáltalán nem így van. Az emberiség már a 13. században is ismerte a mélyfúrás technológiáját. Földünk számos felfedezetlen titkot rejt. A tudósok minden évben újabb és újabb fantasztikus felfedezéseket tesznek bolygónkról. A közelmúltban orosz, francia és német kutatók felfedeztek egy archaikumkori föld alatti óceánt. Mélysége körülbelül 1500 kilométer, térfogata pedig nagyobb, mint az összes felszíni óceán együttvéve. Ennek a felfedezésnek köszönhetően a tudósok pontosabb képet kaphatnak bolygónk keletkezéséről. A felfedezés a mélyfúrás technológiájának köszönhető. 1970-ben a szovjet tudományos közösség elkezdett dolgozni az ország történetének egyik legnagyobb projektjén. Fúrásba kezdtek a Kola-félszigeten, amely fúrás később a legmélyebb mélyfúrásként került be a Guinness rekordok könyvébe. A világtudomány szempontjából alig ha lehet túlbecsülni az objektum jelentőségét. 20 év alatt a tudósok hasznos információk ezreit gyűjtötték össze a Föld szerkezetéről, az ásványok eredetéről és sok más geológiai kérdéskörről. De most menjünk vissza egy kicsit jobban a történelemben. Virágkorában a Kola-félszigeten található fúrótorony hatalmas létesítménynek számított, amely egyszerre mintegy 3000 embernek volt a munkahelye. A létesítményben az ország legjobb tudósai dolgoztak. Úgy tűnt, a dolgok jó irányba haladnak, folyamatosan javultak a körülmények, rendben folyt a munka. A komplexumot azonban egyszer csak váratlanul leállították. Ez sok találgatásra adott okot és rengeteg pletykát indított el, mert a fúrási projekt nagyon sikeres volt. A világon senki sem dicsekedhetett ehhez hasonló 12 kilométernél is mélyebb fúrással. Az emberek azt feltételezték, hogy túlvilági erők állnak a fúrás leállítása mögött. A Föld alsó rétegei kevésbé ismertek, ezért sokan feltételezték, hogy valamilyen fajta pokorra bukkantak a kutatók. Többször észrevették például, hogy a fúrószár vége olvat volt a kiemelés után. A szakemberek véleménye szerint ilyen nagy mélységben a hőmérséklet túl magas a fúrószár anyagának. Ez azonban egyáltalán nem igaz. A mélységben a hőmérséklet nem volt magasabb 200 Celsius foknál. A fúrót pedig úgy tervezték, hogy képes legyen ellenállni ilyen magas hőmérsékletnek is. A furcsa jelenségek sora azonban itt még nem ért véget. A mélységben készített hangfelvételeken ijesztő sikolyok és nyögések hallhatók. A szakemberek, akik ezeket a hangfelvételeket dolgozták fel, elismerték, hogy megmagyarázhatatlan pánik fogta el őket a felvételek hallgatása közben. Nem meglepő, hogy ezután úgy döntöttek, nem készítenek több felvételt. Sokan nem hittek ezeknek a pletykáknak, de az 1995-ben bekövetkezett robbanás számos kételkedő véleményét megváltoztatta. Még a létesítmény fő geológusa, David Huberman sem tudott más tenni, csak megvonni a vállát. Ha ez nem bizonyíték a pokol létezésére, akkor mi? Bár semmi természet feletti nem történt a fúróhelyen, a komplexum története mégis nagyon izgalmas. Kezdjük az alapgondolattal. Miért indították útjára a Kolakút projektet? A válasz nagyon egyszerű. Vannak olyan rétegek a Föld alatt, amelyeket korábban lehetetlen volt tanulmányozni a fejlett technológiák hiánya miatt. Egyes mélységi felfedezések azonban segíthetnek többet megtudni a földi élet kialakulásáról. Az Egyesült Államok 86 darab mélyfúrást hajtott végre az Antarktiszon. Jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy mégis miért? Felfedezni a világűrt. Igen, jól hallottátok, a világűrt. A tudósok jelenleg aktívan tanulmányozzák a neutrinót, egy stabil semleges leptont, amely gyenge kölcsönhatásokban és a gravitációs kölcsönhatásban vesz részt. Tulajdonságainak feltárásához szükséges elkülöníteni a többi elemtől. A felszínen ezt lehetetlen megtenni, ezért amerikai tudósok létrehoztak speciális szűrőket a fúrásokban, amelyekbe szuperérzékeny műszereket integráltak. Ezek a létesítmények képesek kimutatni a légkörben lévő neutrinó maradványokat. De most térjünk vissza a Kola-szigeti fúráshoz. A Kola-félszigeten fellelhetők a prekambriumi időszak képződményei, valamint a felső földrétegekben nem találhatók üledékes kőzetek. A fúrási projektet nem bányászati célra tervezték elindítani, hanem azért, hogy megerősítsék a Föld szerkezetéről alkotott képet, melyet a tudósok csak elméletben építettek fel, illetve több információt kívántak begyűjteni a nikkel tartalmú rétegek szerkezetéről és más egyéb kőzetekről is. Mint azt már említettem, a projekt 1970-ben kezdődött, a fúrási folyamat pedig 1972-ben indult el.
Az első 7000 métert különösebb nehézség nélkül sikerült áttörni, mivel eddig a mélységig csak homogén grániton kellett keresztül menni. A gránit rétegeken áthaladva a fúró olyan sziklákba ütközött, amelyek meglehetősen könnyen törtek, ezért folyamatosan üregek keletkeztek a fúrószár mellett. Az eszköz nagyon sokszor akadt meg, és egy része gyakran lekapcsolódott a fúrószárról, amikor a munkások megpróbálták kiemelni a szerkezetet. Minden nehézség ellenére a fúrás nem állt meg. 1979-ben a kolafúrás rekord lett, elérte a 9500 métert. 4 évvel később a gép elérte a 12000 métert, ami mélyebb, mint a Mariana-árok. Miket fedeztek fel a tudósok fúrás közben? Először is bányászható, réz- és nikkelérc lelőhelyeket találtak. Másodszor, csaknem 10 kilométeres mélységben, a geológusok nagy koncentrációjú aranyrétegekre bukkantak. Ez a jelenség egy anomália, ilyen méről nem lehet aranyat bányászni. A felfedezés azonban lehetővé tette az arany képződési folyamatának világosabb megértését. A tudósok a fúrás során 14 különböző típusú megkövesedett mikroorganizmust fedeztek fel. Egyes rétegek életkora közel 3 milliárd év. Ez a felfedezés azt bizonyítja, hogy a Föld sokkal régebb óta létezik, mint azt korábban gondoltuk. Azt azonban senki sem tudta megmondani, hogy az egyes rétegek milyen kiterjedésűek valójában. Amikor kezdetét vette a kolafúrása, a tudományos közösség végre választ kapott a kérdésre. Az első 4 kilométerig a szerkezet a vártnak megfelelő volt, majd mindenki arra számított, hogy hamarosan egy tömölt bazaltkőzetréteg következik. A bazalt helyett azonban omladozó sziklákat találtak, amelyek miatt az eszköz nagyon nehezen tudott haladni. Metánlerakódásokat is felfedeztek, ami segített megérteni az olaj- és gázmezők kialakulását. De ez még nem minden. Egy kutatócsoport a talajmintákat összevetette a szovjet Hold expedíció során földre hozott holdi kőzetekkel. A vizsgálat során kiderült, hogy a holdi talajminta összetétele és a mélységben lévő rétegekből származó minták összetétele megegyezik. Hogyan lehetséges ez? Az egyik elmélet szerint, amikor a Föld sok milliárd évvel ezelőtt egy ismeretlen kozmikus testtel ütközött, annak egy része leszakadt és bolygónk holdjává vált. Lehetséges, hogy a kettéválás azon a helyen történt, ahol jelenleg a Kola-félsziget található. Mégis a legnagyobb kérdés, amely nyitva maradt, hogy miért zárták be a létesítményt. A magyarázat meglehetősen prózai. A tudósok elvégezték az összes tervezett tanulmányt, és a fúrás legutolsó szakaszában már nem tudtak többet megtudni a mély rétegekről. Az ország gazdasági helyzete sem kedvezett a tudomány fejlődésének, a költségvetés már nem tudott ilyen nagyszabású projekteket finanszírozni. A munkások nagy része felmondott és elhagyta a félszigetet. Bárhogy is legyen, a kolamély fúrás óriási mértékben járult hozzá a geológia fejlődéséhez. A rengeteg nehézség ellenére a kutatók nagyon sok új információhoz jutottak a Föld szerkezetéről, az ásványok tulajdonságairól és bolygónk koráról. A kolamély fúrás napjainkban több mint 20 évvel teltével is ámulatba ért méreteivel. El sem akarjuk hinni, hogy már nem végeznek kutatásokat a helyszínen. David Huberman főgeológus egyszer azt mondta, nálunk található a legmélyebb lyuk a világon, és ezt ki kell használnunk. Ki tudja, talán eljön az idő, amikor újra megkezdődik a munka a Kola-félszigeten. Videónk itt véget ért, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornánkra. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!